kiértünk a megyehatárhoz, megálltunk az autóval, hogy megcsináljuk a papírmunkát, és akkor utána körülnéztünk, mert általában sok szemetet szoknak oda lerakni, hogy nincs-e szemét. A bokorból egyszer csak föltűnt egy kis kutyus. Vártunk egy darabig, utána megjött tőlünk, bement a buzoltosba, akkor a kollégám adott neki egy kis ennivalót, arra kijött az illatokra, kicsalt az illat, és akkor utána beszóltunk a művezetőnek, hogy mi a helyzet, amit találtunk, és a telepvezető azt mondta, hogy hozzuk be, mindenképpen ne hagyjuk ott kint. És így behoztuk. Igazából az ölembe végig aludt az egész utat. Tehát, de amint ideértünk, egyből ugrált, örült, tehát nem az volt, hogy remegett. Nagyobb rajongó tábora volt, mint bárkinek egyből. Hát a hölgyek mindjárt körbe rajongták egyértelműen, meg nem mindenki. Jó, minden rendben, szép egészségesen meg a szívet. Öreggel mindjárt abba kezdtem a napot én, hogy megkerestem a picurkát, és akkor körbe, ülhetünk körbe, puszígattuk. Szerda reggel, amikor bejöttem civilbe, az volt az első, hogy meglátogassam, mi van vele, annyira elbújt az olba, hogy nem is akart előjönni. Abszolút, te hiába csalogattam, egy kicsit előjött, és akkor miután átöltöztem, kimentem hozzá, akkor meg szaladt oda hozzám. Mivel Merusulában voltunk, amikor megtaláltuk, abba ismert fel jobban. Igazi közutas kutya lett.